Most jut eszembe, hogy a bevezetőben megfeledkeztem egy dologról. Amikor a nyár végre utaló jeleket soroltam, kihagytam egy fontos dolgot. Bezárnak a szabadtéri színpadok, és Thália istennő földi helytartói visszaköltöznek kőszínházukba. Képeink a Móricz Zsigmond Színház évadnyitóján készültek. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban augusztus 26-án tartották meg az 1986-87-es színházi szezon évadnyitó társulati ülését. Az önálló társulattal rendelkező színháznak ez lesz a 6. évadja. Az ünnepségen Léner Péter színházigazgató ismertette az új évad műsortervét és az egyéb kiegészítő programokat. Ugyancsak itt mutatták be azokat a művészeket, akik most szerződtek Nyíregyházára. Mit láthatunk az új évadban? 12 darab közül választhat a közönség a nagyszínházban, a stúdióban és a tájelőadásokon. Már próbálják a két első darabot. Molière Úrhatnám polgárával kezdenek, majd magyarországi ősbemutató következik Edvard Bond a Bolond című művéből. Azután felújítják a gyulai várjátékokra készült Bomba Tölcsért, Gyurkovics Tibor drámáját. A továbbiakban Remenyik Zsigmondtól az Atyai ház, azután a világhírű musical, az Irma te édes szerepel a műsortervben, majd Páskándi Géza Lélek harangjának ősbemutatója. Nagy sikerre tarthat számot Eisenmann operettje a Fekete Péter, amelynek premierjét a szabadtéri színpadon szeretnék megtartani. 3 bemutató lesz a stúdió színpadon. Sorrendben Dosztojevszkij Feljegyzések az egérjukból, Határgyőző a Patkánykirály és Rabál egy pincér vallomásai. Ismerős szerző írt újabb darabot a gyerekeknek, Gabnai Katalin, akitől tavaly a Tüskerózsát játszották teltházak előtt. Az új évadban látható mesejáték címe a Füllentő Birodalmában. 6 új színművész tagja van színházunknak az új évadban. Magyar Éva a Víg Színháznál és a Nemzeti Színház stúdiójánál dolgozott, majd a KISZ Központi Művész Együttesben volt énekes táncos szólista. Idén fejezte be a színművészeti főiskolát. Matolcsi Marianna a KISZ-nél és a Víg Színháznál volt alkalmazott, később a Nemzeti Stúdió tagja lett, onnan szerződött Nyíregyházára. Molnár Erika a főiskola előtt műszaki ügyintézőként dolgozott. Ő is most nyáron végzett a főiskolán. Simon Mari a főiskola után a Víg Színháznál volt 2 évig, majd az utóbbi szezonban a Debreceni Csokonai Színháznál. Földi László jelenleg jugoszláv állampolgár. Újvidékről került hozzánk, ahol korábban színháznál, az utóbbi időben pedig a rádiónál dolgozott. A színművészeti főiskolát Pesten végezte. Horváth László Attila, a Szolnoki Társulat tagja volt csoportos szereplőként, Nyíregyházára színművészként szerződött. A színházban az új évad első bemutatója szeptember 27-én lesz.